Legyőzte a címvédő Galac csapatát a Gyergyószentmiklósi Progym jégkorong csapata. A piros-fehér együttes az első két harmadban remekül játszott, és hiába volt négy nagyon jó sora a galaciaknak, a Progym az utolsó harmad elején 5-0-ra vezetett. Ezt az előnyt tartani tudták, és a Dunarját csak szépíteni tudott, így a végeredmény nem kis meglepetésre 5-2 lett. Ezzel a győzelemmel a Progym három nagyon fontos pontot szerzett. Csíkszeredában játssza hazai mérkőzését a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub a hétvégén. Erre azért kerül sor, mert Székelyudvarhelyen foglalt lesz a sportcsarnok. Az SKC ellenfele szombaton a tordai Potaisza lesz. Két vereséggel és pénzügyi gondokkal kezdte az idényt a Maros Kosárlabda Klub. A bajnoki ezüstérmes csapatnak vannak olyan játékosai, akiket még nem tudtak kifizetni. Nem túl rózsás a helyzet Marosvásárhelyen, ahol több sportklub is anyagi gondokkal küzd. Az ASZJA labdarúgó csapata után a Maros Kosárlabda Klub is adósságot halmozott fel, vallotta be a Kékfehér Tigrisek klubelnöke. Még vannak tartozásaink az elmúlt idényből, vannak olyan játékosok, akik még nem kapták meg a bérüket, mert nem tudtunk fizetni, de emellett vannak tartozásaink a szolgáltatóink felé is. A klubelnök abban bízik, hogy rövid időn belül törleszteni tudnak, ellenkező esetben az önkormányzati támogatástól is eleshetnek. Felkérte a csapat támogatóit, hogy segítsenek az együttesen, mert idővel ez a teljesítményre is kihathat. Jelenleg új szponzorok felkutatásában vannak, és reményei szerint hamarosan jóra fordul sorsuk.